Ali papi, mami. Hát ritkán iszom, de akkor mint egy állat. Nem egyébként, abszolút nem. Ezek ritkán így el, de akkor nagyon. Megmondom őszintén, mert régen se bírtam. Tehát nekem, mit tudom, egy-két sör, és akkor így tök jó voltam. Tehát nekem nem kellett így nagyon ez a töményezés, meg ilyenek. De most is csak söröztünk tényleg, de hát úgy már tök rég ittam, meg mit tudom én, és úgy mondom így, azt, hogy megéreztem a dolgokat. Mondom, én akkor összeálmodok minden baromságot, de tényleg olyan hülyeségeket tudok elmondani, hogy ez olyan hirdetlen. Most azt álmodtam, hogy második világháborús nyeles gránát szakértő voltam. Tehát, esküszöm, mondom, mi van, amikor fölkeltem. Valami fickónak így magyaráztam végig, hogy hogy ez mennyire király, meg az hogy kell használni, meg hogy ez mennyivel jobb, mint ez az amerikai ilyen tojásgránát, ez a nyeles gránát, amit az alján kell így meghúzni, meg mit tudom, de egyébként nem is értek hozzá, tehát hogy fogalmam nincs, hogy honnan jött ez a baromság, meg ezen gondolkodtam, hogy láttam valami háborús filmet mostanában, de az sem, tehát nem láttam ilyen háborús filmet mostanában, hogy ilyen nyeles gránátokat dobálnának, vagy hogy tehát nem tudom, tehát még csak utána sem néztem soha életemben, hogy ez hogy működik, és akkor nagyon tudtam. Így mondtam, hogy a teteje az azért volt beírdalva, mert a repeszek úgy még jobban szétmennek, és az milyen jó, és ott valaki kérdezte, hogy az filmből van, és mondtam, persze, azért nem tudom, milyen anyag, meg... És akkor így mondtam neki, hogy hogy van a nyeles gránát. Meg hogyha így kihúzja, hogy a tojásgránát az mennyivel szarabb, hogy vissza lehet tenni azt a pöcköt, amivel ez meg már, hogyha kirántod, akkor ez már robban, és ez milyen király. Hát, mondom, így reggel felkedtem, mondom, mi van? Mondom, úristen, mondom, ez mi? Meg azt mondtam, hogy ez volt az egyik fele, hogy én így megmondtam a gránátot, nem tudom. A másik fele meg az volt, hogy olyat álmodtam, hogy volt valami fickó, van buliba, és egy ilyen széket így eltörtek így a fején tiszta izomból, de úgy, hogy így leszakadt a feje. És így elgurult, és csupa vér volt ott minden. És akkor utána néztem, így közelről, hogy mondom, hogy hogy leszakadt a feje, de durva, mondom, akkor átkapott ilyen izével, ilyen székkel. És utána néztem, és akkor láttam, hogy igazából ilyen bábú, hogy így be van öltözve egy ember, tudjátok, ilyen nagyon bénán, hogy ilyen sokkal nagyobb a felső része, hogy így behúzta a fejét, hogy eltakarja, és akkor úgy fekszik, csak is elmondom, de szarul van megcsinálva, úristen. Honnan jönnek ilyenkor az embernek ezek a baromságok? Meg egyszer nem most, mert hogyha így piálunk, vagy valami, akkor nem tudok így aludni. Régen így nagyon elaludtam, és nagyon sokáig, és ilyenkor meg az van, hogy nagyon korán fölkelek. Nem tudom, egyszer csak kipattan a szemem, és így baj, fönn vagyok. Annyit terveztem, hogy lesz több olyan vlog, hogy csak így kiülök, és akkor elmondom, hogy mi volt. Nem ilyen témázgatás, mert néztem vissza a videóimat, ilyen retro érzésünk volt, egy ilyen nagyon régiket, és akkor tök jó emlékek voltak, és akkor ott láttam, hogy csomószor volt még olyan vlog, hogy csak úgy elmondtam, hogy mi van velem, meg hogy volt. És az úgy tetszett. Már nekem is, nem így, hogy hú, de jó a videó, hanem hogy jó volt látni, hogy eszembe jutottak dolgok, úgyhogy akkor, ha szeretnétek is, akkor lesznek ilyen spontán, ilyen kis vlogok, nem ilyen témázgatásra, mert elmondom mondjuk, hogy ilyen nyeles gránát szakértő voltam. Elképesztő, na jó. Ali papi, mami. Ja igen, hogyha esetleg szeretnétek valamit tudni erről a nyeles gránátról, hogy működik, meg mit tudom, milyen a ható sugara, meg távolság, akkor így mondjátok, mert én szükségem vágom, tehát valami ilyen robbanás szakértő, vagy robbantás szakértő voltam, szerintem előző életemben. Ráadásul a második világháborúban kimondottam nyeles gránátra, voltam szakosodva, amit így, na jó, úgyhogy kérdésetek van, tegyétek föl. Na, Ali papi, mami.